Nem akart válaszolni több ellenzéki képviselő kérdésére Orbán Viktor, inkább egy függöny mögött várt. Mégis mondta Megyesi Péter, hogy a mostani korrupció nem nagyobb annál, mint korábban volt. Nem élek egy háztartásban a kormányfővel, így reagált Mészáros Lőrinc a közbeszerzési szabályok változására. Maga ellen kért vagyonosodási vizsgálatot az Együtt alelnöke, és kérte, hogy vizsgálják az összes kormánytag vagyonát. Ez itt az ATV híradója, 6 óra van, jó reggelt kívánok! A függöny mögé bújt Orbán Viktor tegnap a parlamentben, amikor ellenzéki képviselők azonnali kérdéseket szerettek volna feltenni neki többek között bizonyos emberek meggazdagodásával kapcsolatban. A miniszterelnöknek akkor kellett volna személyesen válaszolnia, ha az ülésteremben van, de nem volt. Így ki tudott bújni a válaszadás alól. Ezzel egyébként házszabályt nem sértett. Amikor a kormányfő végül bejött a terembe, arra kellett válaszolnia, miért van az, hogy ezentúl az állami vezetők és politikusok rokonai is indulhatnak, akár milliárdos üzletet jelentő közbeszerzéseken, ha nem egyháztartásban élnek az illetővel. A miniszterelnök szerint az eddigi szabályozás nem volt életszerű, és arra kérte a politikust, tegye szóvá, ha az ő rokona nyerne egy közbeszerzésen. Elfogadja a válaszadó személyét. Tisztelt elnök úr, én még bízom benne, hogy miniszterelnök úr lesz olyan bátor és kilében onnan a függöny mögül. Több ellenzéki kérdésre most még nem akart válaszolni a miniszterelnök. Igaz, a házszabály szerint nem is kellett neki. Garancsi Tibor, Mészáros Lőrinc, Endi Vajna, és még folytathatnánk. Volner Jánosnak viszont már muszáj volt válaszolnia. A miniszterelnök úr elindult, következő pillanatban már be is lépett. A jobbikos képviselő azt kérdezte, minek köszönhető, hogy valahogy mindig Orbán Viktor barátai nyernek el milliárdos zsíros üzleteket. Miniszterelnök urat kérdezem most itt a nyilvánosság előtt, hogy ez vajon, hogy folyamatosan az ön közvetlen környezetéből kerülnek ki ezek az emberek, a véletlen műve, vagy pedig van benne valami segítség is? A miniszterelnök erre azt mondta, ha konkrét ügyről tud a képviselő, akkor tegyen feljelentést a megfelelő hatóságnál. Nem foglalkozom üzletügyekkel, nem engedem, hogy a kormány döntését magánüzleti érdekek befolyásolják. Az üzletügyekkel itt foglalkoznak önök a parlamentben, önök hozzák ezeket ide. A miniszterelnök ezután Kovács Béla kémbotrányát és más jobbikos ügyeket hozott szóba. Ha valaki, akkor ön pontosan tudja, hogy van az ön frakciójában olyan ember, aki az ország legnagyobb cégtemetőjéhez köthető. Még nem is kormányoztak, már nyakig vannak az ügyekben. Az LMP frakció vezetője ezután a közbeszerzési törvényről kérdezte Orbán Viktort. Schiffer András érthetetlennek nevezte, hogy állami vezetők rokonai is pályázhatnak ezentúl, ha papíron nem egy háztartásban élnek az illető politikussal vagy vezetővel. Miniszterelnök úr, én elhiszem önnek készséggel azt, hogy ön soha senkinek nem szólt le úgymond a saját rokonai érdekében. De egy olyan országban élünk, ahol erre nincs is szükség. Az a helyzet, hogy egy olyan országban élünk, a legutóbb például, amikor Kisvárdán jártam, kiderült, hogy még a Mikulás is Eszták Miklós embere. Egy ilyen országban igenis szükség van szigorú összeférhetetlenségi szabályokra. Egy olyan szabályozási rendszert eredményezett, amely betartható és életszerű. Életszerű, mert azt mondja ki, hogy az ember azért tartozik felelősséggel, akikkel egy háztartásban él, és betartható, mert az egyháztartásban élő családtagok köre egyértelmű, így világos, miként kell betartani a jogszabályt. Az előző szabályozás sem betartható, sem életszerű nem volt. Orbán Viktor végül arra kérte Schiffer Andrást, hogy ha a miniszterelnök bármelyik családtagja közbeszerzésen indul, akkor azt tegye szóvá. Szégyen, hogy a magyar miniszterelnök gyávassággal úszná meg a korruptságára vonatkozó kérdéseket, így reagált a DK a parlamentben a történtekre. A párt szerint, ha az ellenzék a továbbiakban a miniszterelnöktől vár választ, akkor idézem, minden apró kisésbe be kell néznie a parlamentben, nem bújkál-e valahol a kormányfő. Orbán Viktor nincs a függöny mögött, nem bújt-e esetleg egy szék alá, vagy nem álcázza-e magát páfránynak, csak azért, hogy ne kelljen kérdésekre válaszolnia áll a DK közleményében.
Megyesi Péter cáfolatának cáfolatát közölte a Magyar Idők. A volt kormányfő pénteken itt az ATV-n pontosította az újság korábbi állítását. Azt mondta, nem mondta, hogy a korrupció ma tapinthatóbb lenne, mint azelőtt. A Magyar Idők erre nyilvánosságra hozta az interjú teljes hangfelvételét, ez szerint mégis mondta. A korrupcióról tartott vitanap kapcsán szólaltatta meg a Magyar Idők című napilap a volt kormányfőt. Megyesi Péter a két hete megjelent interjúban azt mondta, hogy azt nem merni állítani, hogy a korrupció szintje most magasabb lenne, mint az előző kormányok idején volt. Megyesi Pétert múlt pénteken a Szabad Szemmel című műsorban szembesítették ezzel a kijelentésével. Miért mondta, hogy nem tapinthatóbb, ha tapinthatóbb? Nem. Mondtam azt, hogy nem tapinthatóbb. Te, nem pont, tudom, hogy... pontosan ezt mondta, hát én idézem hát, a Magyar Időkből. Hát a Magyar Időket idézheti. Ja, hogy akkor a Magyar Idők önt rosszul hát idézte? Ebben tényleg rosszul. Tehát akkor, mert ezt azóta nem mondta sehol, ilyet hogy ebben, mondtam, a, ebben hogy a cikkben megtorzították, félreértelmezték az ön szavait? Azt én nem, ezt sem merem mondani, mert ez így nem igaz. De én nem ezt mondtam, hogy nem tapinthatók, ez biztos, hogy nem mondtam, mert természetesen, sőt, az ellenkezőjét mondtam egyébként, ha elolvasta a Magyar Idők interjút, akkor valószínűleg azt is látta bennem, hogy én azt is elmondtam, hogy egyrészt ez a közvéleményt nagyon foglalkoztatja, tehát nyilván tapintható, másrészt a nemzetközi közvéleményt is igen jelentős mértékben foglalkoztatja. Ugye, ha már klasszikusokat idéz, akkor tessék szívesen én pontosan idézni. A Magyar Idők azonban nyilvánosságra hozta a telefonos interjú hangfelvételét. Most nagyon a hangok terébe került a társadalmi érdeklődésnek, meg a nemzetközi érdeklődésnek a magyarországi korrupció, de azt nem merem állítani, hogy ez most tapintható, mint amikor volt az előző két kormány. Megyesi Péter baloldali politikusok nem csak a félreérthető nyilatkozata miatt bírálták, hanem azt is nehezményezték, hogy Szijjártó Péter külügyminisztertől átvette a kínai-magyar barátságért díjat. Több mint 1 milliárd forintot szám földvásárlása Mészáros Lőrinc, ám továbbra sem érzi magát oligarchának. Felcsút polgármestere a NOL TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy az összes Alcsút doboz környéki földet meg akarja vásárolni. Igaz, a Kajászó melletti 400 hektáros parcella megvételéről letett. Mészáros Lőrinc nem ismeri a közbeszerzési törvény módosításának részleteit, de mint elmondta, nem él egyháztartásban sem a miniszterelnökkel, sem más állami vezetővel. Nyílt eljárások. Aki a legjobb, meg a legjobb ajánlatot adja, az nyer. Hogy ilyen szigorítás vagy kedvezmény van a közbeszerzésben, én ezt nem figyeltem, de én azt gondolom, egy nyílt eljáráson bárki indulhat. Még egyszer mondom, azt gondolom, az nem bűn, ha valaki valakinek a rokona. Ez egy adottság. Vagyonosodási vizsgálatot kér maga ellen Juhász Péter. Az Együtt alelnöke felhatalmazta az adóhivatalt, hogy tárják fel offshore cégei hálóját, a gyermekeire iratott ingatlanjai tömkelegét és a titkos bankszámláin parkoltatott milliárdjait. A politikus ezzel a Fidesz felszorítására reagált, miszerint kezdje saját magán az elszámoltatást. Korábban az Együtt kezdeményezett vagyonosodási vizsgálatot a kormány valamennyi tagjával szemben, ugyanis januártól csak akkor lehet majd vizsgálni valakit, ha ahhoz az érintett maga is hozzájárul. Gigantikus autótendert írt ki a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Több mint 800 autó bérletére és flotta üzemeltetésére keresnek partnert, és hamarosan eredményt is hirdetnek, tudta meg a napi.hu. A beszerzés ellentmond annak, amit Lázár János még nyáron ígért. A kormány ugyanis akkor visszavonatott egy 6 milliárd forint értékű járművásárlásra szóló közbeszerzést. A miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt mondta, hogy a kormány szükségtelennek tartja az autók megvásárlását, és azt is kijelentette, hogy a következő időszakban semmilyen gépjármű beszerzés nem lesz. Egy üzleti célú magánberuházás kedvéért nem szoktak főútvonalakat lezárni egy civilizált demokratikus világban, így reagált Kőszeg Ferenc, a Helsinki Bizottság alapító elnöke arra, hogy másfél évre lezárják Budapest egyik legforgalmasabb belvárosi útjának egy szakaszát. A Petőfi Sándor utca egy része a párizsi udvar teljes felújítása és luxus szállodává alakítása miatt lezárva. A munkákat az a cég végzi, amiben tavaly novemberben szerzett többségi tulajdont a miniszterelnök barátja Garancsi István.
Kőszeg Ferenc internetes aláírásgyűjtést kezd azért, hogy a főpolgármester ne engedélyezze az útlezárást. Most pedig folytatódik a híradó, és azonnal mutatjuk, hogy milyen témákkal. Allah Akbar és iszlám állam, ezt kiabálta az a férfi, aki rendőrökre támadt egy német pályaudvaron. Székesfehérváron demonstráltak a Humann szobor ellen, a zsidó világkongresszus elnöke szerint a szobor sérti a holokauszt magyar áldozatait. Az iszlám állam megsemmisítését tűzte ki célul a kaliforniai merénylet után Barack Obama. Amerika részéről ez stratégiaváltást jelent a terrorszervezet elleni küzdelemben. Az amerikai elnök eddig ugyanis csak a további terjeszkedés megakadályozásáról beszélt. A szokásosnál is jobban igyekeznek kifejezni egymás iránti szeretetüket a San Bernardino-i keresztény gyülekezetek tagjai. Most először tartottak istentiszteleteket a kaliforniai városban azóta, hogy múlt szerdán egy iszlamista házaspár 14 embert lemészárolt. Hatalmas tragédia történt, de a város most jobban összetart miatta. Mindez erősebbé tesz bennünket, mondta egy helyi lakos. Barack Obama terrorcselekménynek minősítette a San Bernardino-i támadást, a legsúlyosabb merényletet, amit amerikai földön elkövettek a 2001. szeptember 11-i események óta. Az amerikai elnök stratégiaváltást jelentett be az iszlám állam ellen, amely magára vállalta a kaliforniai merényletet. Barack Obama a párizsi támadások után még arról beszélt, hogy Washington tartja magát az eredeti tervekhez, ami a dzsihadisták elleni küzdelmet illeti. Vagyis a fő cél az, hogy az iszlám állam ne tudjon tovább terjeszkedni. Most viszont Obama a terrorcsoport megsemmisítését ígérte. A terrorizmus veszélye valós, de le fogjuk küzdeni, meg fogjuk semmisíteni az iszlám államot és minden más szervezetet, amely kárt akar nekünk okozni, jelentette ki Obama az ovális irodából közvetített beszédében. Az elnök kilátásba helyezte több tízezer fegyveres kiképzését a dzsihadisták elleni harchoz és a terrorcsoport elleni koalíció kiszélesítését is. Obama kérte a vízummentes beutazás szigorítását az Egyesült Államokba, a potenciális terroristák nyomon követését lehetővé tévő műszaki fejlesztéseket sürgetett, és a fegyverhez jutás szabályainak szigorítását is. A republikánus elnöki aspiránsok csalódást keltőnek nevezték Obama beszédét. A legfrissebb felmérések szerint egyébként az amerikaiak 60%-a elégedetlen azzal, ahogyan az elnök a terrorizmus problémáját kezeli. Allah Akbar kiáltásokkal több rendőre is rátámadta a németországi Osnabrück vasútállomáson egy marokkói menekült. Az eset még vasárnap történt, de csak most derült ki. A férfit le akarták szállítani a vonatról, mert nem volt jegye. Közben a Brit Guardian birtokába került egy dokumentum, ami az iszlám államnak a közigazgatási terveiről árulkodik. Eszerint a dzsihadisták az oktatásra, az egészségügyre és a kereskedelemre koncentrálnak az általuk elfoglalt területeken. Gyilkossági kísérlet vádjával állították bíróság elé a londoni késerőt, akinek a telefonjában az iszlám államhoz köthető fotókat találtak. A 29 éves férfi két embert késelt meg a hétvégén a londoni metróban, miközben azt kiáltotta, ezt Szíriáért kapjátok. Egyikük könnyebben, másikuk súlyosan sebesült. Utóbbinak a támadó a torkát támadta, egy szemtanú szerint le akarta fejezni. A rendőrök végül sokkolóval állították meg. Itthon gyertyagyújtással tiltakozott tegnap este több mint 20 civil szervezet Humann Bálint tervezett szobra ellen Székesfehérváron. A demonstrálók nemzeti szégyennek tartanák, ha a magyarok egy részének jogfosztásában résztvevő néhai kultuszminiszter emlékművet kapna Magyarországon. A tiltakozók a vészkorszakra emlékeztető személyes tárgyakat vittek a szobor tervezett helyére. Annak felállításáról ugyan még nem született végleges döntés, de egy a Jobbikhoz kötődő alapítvány kezdeményezésére 15 millió forinttal támogatná a szobrot az igazságügyi minisztérium. A világon zsidó képviselettel rendelkező országokat tömörítő zsidó kongresszus is tiltakozik az ellen, hogy Székesfehérvárot szobrot emeljenek Humann Bálintnak. A bíróság idén tavasszal rehabilitálta Humannt, akit 1946-ban háborús bűnök miatt elítéltek.
14 év után meghekkelték Hóman tatai emléktábláját, írja a kemma.hu. A narancs szúrta ki, hogy a fiatalok odamentek és ráragasztottak az emléktáblára egy másikat. Érdemedet kérem, az érmeden vérem. Hómanról a magyar antiszemitizmus apostolaként, nyilas parlamenti képviselőként emlékeznek meg. Hóman több jobboldali miniszterelnök mellett vállalt szerepet, 1932-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. 1940-ben memorandumban követelte Teleki Pál miniszterelnöktől a zsidó törvények szigorítását. Azt írta, tudatára kell ébredni, hogy a zsidó ellensége kell, hogy legyen a magyar mai kormányzati rendszernek. Hívei szerint történészi nagysága indokoltá teszi, hogy visszavegyék az akadémiára. Fehérváron viszont már szobrot is emelnek neki. Ez formálisan civil kezdeményezés, de az igazságügyi minisztérium célzottan 15 millió forintot adott rá. Az ember volt. Ezt mondja Ungvári Tamás arról, hogy a 30-as években mennyire volt köztudott, mit képvisel Hóman. Ungvári Tamás szerint Szegfi Gyulának, Hóman alkotótársának inkább lehetne szobra. Aki a kormányfőtől várja azt, hogy döntse el, hogy kinek milyen történelmi szerepe volt, az súlyosan téved. De a magyar társadalomnak és a politikai elitnek hatalmas felelőssége, Hómannak nem lehet szobra Magyarországon. Mindenütt lehet, ahol akarják, de már ezer kísérlet történt. A Veritas intézet vezetője a mai Magyar Hírlapban megvédi Hómant. Új kutatási eredményekről beszél, szerinte ezek kicsit más színben tüntetik fel, például a numerus clausust, máshová helyezik a hangsúlyokat a felelősség és a háborús bűnök tekintetében, mondja. Arra a kérdésre, hogy Hómant a zsidó törvények kidolgozásában játszott szerepéért bírálják, a közpénzből működő intézet vezetője azt feleli, csak hogy ebben nem vett részt, ez is tévedés. Még azt is megteti a kormány, hogy az általa táplált Veritas intézetben azt a történészt, aki ezt az egészet előkapta, és csinálja, és hirdeti, és sajnos nem teljesen az igazságot mondja, annak szól, mert annak szólhat, alatta, beosztott, hogy nem lehetne a történelmi igazságot képviselni. Amerikai képviselők tiltakoznak ugyanakkor a szobor ellen, a Szálasi kormány idején a parlament munkájában hozzájárult a zsidók deportálásához is. Hóman írja a Kongresszus antiszemitizmus ellen harcoló bizottsága Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ronald S. Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke azt kifogásolja, meglehetősen felháborító, hogy a magyar adófizetőknek kell kifizetnie egy olyan ember emlékművét, aki nem csak antiszemita, a magyar zsidóknak a második világháború előtti és alatti üldöztetésének kulcsfigurája, a náci Németország, és 1944-ben a fasiszta nyilaskeresztes rezsim támogatója volt, de élete végéig nem bánta meg bűneit, fogalmaz Lauder. A szobor szerinte sértés a holokauszt magyar áldozatai számára, ezért felszólítja Orbán Viktor, tisztázza, hogy a szobrot nem közpénzből építik meg. Különösebb csinnadrattan nélkül megnyitott és újra látogatható a Tiszadobi Andrássy kastély. Szabolcs-Szatmár Bereg megye legjelentősebb műemléke 1950-től 2007-ig gyermekvárosként üzemelt, és néhány hete a parlamentben is szóba került. Tukacs István szocialista képviselő arról érdeklődött, hogy a 2 milliárd forintos felújítást követően miért nem mehetett be az épületbe. Lázár János úgy válaszolt, őt sem engedték be, amikor ott járt. 1880 és 85 között épült a Tiszadobi Andrássy kastély, melyet a Loire-menti kastélyok alapján Meinig Artúr tervezett. Az épületet 1918-ban forradalmárok tették tönkre belülről, majd a II. Világháború végén román katonai kórházat telepítettek bele. 1950-től csaknem 6 évtizeden keresztül gyermekotthon volt, egészen a 2007-es kiürítéséig. A kastély parkja, mely mától szintén látogatható, a Tiszaholtágig nyúlik. Mikor bezárt, előtte voltunk itt az unokákkal, már akkor láttuk, hogy milyen szépen rendben van belül is. Aztán nem tudjuk, hogy hogyan fogják hasznosítani, bár lenne valami lehetőség, hogy ezt a gyönyörűséget sokan megnézhessék. Én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy milyen volt, és megközelítőleg, ami halvány emlék, mert azért nem most volt, visszahozza azt a hangulatot, mint amire gyerekkoromban emlékeztem. A kastély 2 milliárdos felújítása után a gyermekvédelmi főigazgatóságnak nem volt elég pénze, hogy működtesse az épületet. Ezután került a Forster központhoz, amely mostantól biztosította, hogy a kastélyt a turisták is látogathassák. A tiszadobiak abban bíznak, hogy a korábbinál többen jönnek a községbe a kastély miatt. Amikor a gyermekintézmény működött, akkor is meglátogatta egy 5-6 ezer ember évente, és tulajdonképpen nem igazából nem volt hirdetve turisztikai célra.
Én úgy gondolom, hogy ha beindul ez a látogathatóság, vagy most már látogatható a kastély, éves szinten biztos el fogjuk érni a 20-25 ezer főt. A kastély bővelkedik különlegességekkel. A 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, az év 12 hónapjának megfelelően 12 tornya, 52 hetének megfelelően 52 szobája, és 365 napjának megfelelően 365 ablaka van. És ez volt a Híradó 6 órakor, de nem menjenek sehova, most kezdődik a Világhíradó, utána a Start, én pedig 7 órakor ismét várom Önöket Híradóval. Köszönöm a figyelmüket, mindenkinek szép napot, viszontlátásra!